és Székely Péter elnök lesz most a vendégünk, aki már egyszer volt itt nálunk, sőt, már talán többször is volt. Csak egyszer volt, ezelőtt, két évvel. Két évvel ezelőtt volt nálunk. Már megy az adás? Már megy az adás. Élő adás. Na hát szeretettel köszöntöm itt nálunk, Péter. Hát dicsértesik a Jézus Krisztus. Mindörökké elmen. A tévé néző hallgatókot. Hát... Magyarországon élő háromszékiek egyesülete. Így van. Beszéljünk erről talán az egyesületről, mert két éve igen volt szó róla, de már azóta két sok idő eltelt. Két éve alakultunk meg, és azóta rengeteg dolgot és karitatív tevékenységet folytatunk, és folytatni szeretnénk továbbra is, de azt tudni kell, hogy ugye ehhez az összefogásra van szükség. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember erről beszélget, olyan platformokon, nem szeretnék semmit reklámozni, platformokon, és ez mind szép és mind csodálatos dolog, csak ezt a gyakorlatban nem viszik be. Uh-huh. És ez számomra egy kicsit olyan fájó. Hát azt mondja Péter, hogy csak beszélnek hát erről az igen, beszélnek, mindenről beszélnek az emberek. Azt tudni kell, hogy ez a vírus az embereket sajnos egy kicsit úgy megváltoztatta. Hát a Covid, a pandémia. A Covid, így van. Most a világ, hogy ez a háború, és az emberek félelemben vannak, magyarán mondva. Ugye kicsit letértek az igazság útjáról és a hit útról. Én úgy gondolom, hogy félni semmi értelme, hiszen minden el fog jönni mindenki számára, amit a Jézus, meg a Jóisten megfogantatáskor bekódolt belénk. Ezt az utat ő alakította ki, és ezt az utat tovább kell vigyük. Az, hogy mi lesz a holnappal, mi csak tervezni tudunk, de nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Én úgy gondolom, hogy ha jó irányt és jó meg tudjuk tervezni, azt akkor, és talán nem jön össze, azért nem kell elkeseredni, mert én hiszek abba, hogy az emberiség föl kéne ébredjen abba, hogy a lélek, a szeretet soha nem fog meghalni bennünk. És amikor a lélek és a szeretet és az agyi gondolkodás egy hullám hosszon van, én úgy gondolom, hogy az a csodálatos. Uh-huh. Egy példát mondok, én 370 testvérem van nekem. És akkor így gondolj el, hogy honnan nevelkedtem. Böjte Csaba atyához hasonlítanak. Nincs millióim, nincsen vagyonom, és mindig a szívem az gazdag. Azt szeretném átadni az emberek tehát felé. Tehát annak ellenére, hogy nehéz volt a gyerekkor. Igen. Ebből hát a mai nap, így van, a mai napig is, hát ugye nem könnyű az élet, de ugye az élet tele van meglepetésekkel, tele van kihívásokkal, és ezeknek a kihívásoknak meg kell felelni. Én úgy gondolom, hogy az emberek a hibások, hogyha az útról letérülnek, a helyes útról, az, amit a szívükbe éreznek, mivel, hogy ugye érzésből élünk, érzésből szeretünk, és érzésből menjünk el a misére. Mert van egy olyan belső érzés, hogy én meg szeretnék gyónni. Csak mondok egy példát. Mert úgy érzem, hogy bűneim vannak. Senki nem tökéletes, követünk el hibákat, de én úgy gondolom, hogy ezeket a hibákat a saját lelkiismeretünkkel el tudjuk számolni, és a saját lelkiismeretünkben ezt ugye meg tudtuk bocsájtani, és elismerni, és tudunk tanulni belőle, én úgy gondolom, hogy akkor az jó irányba halad. Péter, a Magyarországon élő háromszékiek egyesületének ugye az elnöke. Így van, én meg az alapítója. És az alapító, hogy most az érzésekről beszélt sokat. Hát mivel, hogy ugye az egyesület, az tele van érzelemmel. Bizony, és hát valamikor az érzés is megfogalmazódott Péterben, hogy létre kell hozni ezt az egyesületet. Így van. Ez az hogy volt ez? Ez most elmondom. Vitézként, amikor felavattak a ferences templomba, a gróf Molnár Gazsó, amikor a karda rátette a kardot a vállamra, mintha az Isten, mivel azt tudjuk, hogy az Isten házába teszünk esküt, a vitézek. Én úgy gondolom, ez olyan, mint a házasság. Én akkor kimondtam egy szót, hogy a nemzetemet szolgálom. Ez azóta a szívemben van.
Ez olyan, mint egy házasság, hogy mindenki azért szeretne megházasodni, hogy örök életbe éljen, és boldogan. De nem mindig sikerül. De ez nem házasság, hanem ez fogadalom, amit szeretnék betartani, és nehéz a mai világban szponzorokat találni, nagyon nehéz a platformokon például lefolytanak bennünket, meg stb. Én úgy gondolom, hogy talán esetleg nem vagyunk olyan szakemberek, és nem vagyunk csúcs diplomával rendelkező emberek, de attól eltekintve az embereket nem szabad ítélkezni. A lényeg, hogy mit érzünk a szívünkbe, és mit adunk ki az emberek iránt. Én szerintem ez lenne a legfontosabb. És ne a másik fele ítélkezzünk, és a másikba a szárkát megtaláljuk, és önmagunkba a gerendát, nem? És elsősorban, ha már itt vagyok, akkor szeretnék köszönetet mondani minden egyesületi tagnak, aki ugye támogat, és tényleg nagyon sokat segítenek, és részt vesznek. Hányan vannak egyébként? 14-en vagyunk. És mindazoknak az embereknek, akik eddig sikeresen támogatták, és a felhívásunkra támogatták. Azt ne felejtsük el, hogy mi, nekünk azért nem olyan egyszerű ez. Gyerek otthon, anya otthon, csíkszeredai tűzkárosultak, nyugdíjas otthon, úgy gondolom, hogy azért igyekszünk. Tehát ezeket a közösségeket segítik. A tavaly 217 gyermeknek sikerült Nikulás csomagot összegyűjtenünk, az idén nem biztos, hogy annyi fog sikerülni, de ez nem rajtunk múlik. Én úgy gondolom az egyesületet, hogy az egyesület, mivel úgy ugye egy civil szervezetről beszélgetünk, azokkal az emberekkel, és akik szeretnének segíteni, olyan embereknek, mint talán, ahogy én fölnevelkedtem, de ugye a kommunis világban erre nem nagyon volt se egyesület, se alapítvány, de most már a demokráciában ez van. De ez csak egy jó dolog. Mi egy kapocs vagyunk azok a személyek között, akik rászorulnak. Mi csak egy összekapcsoljuk a jó akaratú embert a rászorult emberre. Igen. Nekünk semmi más feladatunk nincsen, hogy meghirdessük, és mindaz a karitatív szervezet, vagy a Caritas, a Máltai Szeretett Szolgálat, vagy a Vitézrend, ma Vitézrend is ugyanúgy folyamatosan semmi más támogassa a rászorult embereknek. Azt ne felejtsék el, mert ugye sokan itt összekeverik a szezont a fazonnal, hogy az egyesületek, meg az alapítványok egyébként nem csinálnak. Miért is? Hát ne felejtsük el, hogy hányan lakunk. Mekkora a magyar népség. Mindenkinek ki van alakítva egy olyan karitatív részlege, inkább úgy mondom, és társasága, akiket folyton szeretne ő segíteni, mert lássa, hogy a szegény az nem tudja megvenni azt a pelenkát, vagy talán a cumis üveget, vagy talán egy Nikulás ajándékot nem tud. Hát ez szeretetről kéne szóljon. Én csak mindig azon gondolkodom, hogy az emberiség miért fajult el erre a szintre, hogy a pénz, a hatalom, a dicsőség, a képmutatás miért nem a szeretetről szól? A hitvallásról? Hát kérdezem öntől, ha én meghalok, és multimilliárdos vagyok, a pénzt magammal viszem? Nem. De azt miért nem tudom jó célra fordítani, ha esetleg van? És azok az embereknek a felhívását szeretném, aki megteheti. Nem hiszem, hogy az a kis apró pénz, amit odaadna, az neki akkora hiány lenne. Én úgy gondolom, hogy az ember lelki megnyugvása, hogy én este, amikor elmondom az esti imát és becsukom a szememet, én úgy gondolom, hogy nyugodtan alszok. Reggel, amikor fölkelek, hálát adok a jó Istennek, hogy fölkeltem. Rákos beteg vagyok. Hogy értse. Fél éve derült ki, hogy prostata rákom van. Az unokahúgom halálos beteg. 32 éves, 4 gyermekes anya. A legkisebbik gyermeke 1 év 9 hónapos. Rajta sajnos nem tudok segíteni, mert áttétes. De vannak emberek, akiknek tudok segíteni. Hiába szeretnék segíteni az unokahúgomnak, nem vagyok Isten. Csak azt teszem, amit a Bőte Csaba is. Arra buzdít akkor most tehát Péter mindenkit, hogy akin tudunk, azon segítsünk, amennyi lehetőség van. Így van. A szeretet ünnepe, a szeretet ünnepe, én úgy gondolom, én a platformokon is megosztottam, hogy az nem egy napból áll karácsonykor. Az 365 nap.
A saját gyermekemnek, vagy egy más gyermekemnek, vagy a családom belül, vagy bárkinek nem mondhatom azt, hogy fiam, nem adok neked egy ölelést, várjál karácsonyig. Hát az milyen dolog lenne? Én úgy gondolom, hogy itt az emberi méltóság valahogy az emberekből, a félelem, vagy én nem tudom, nem, szóval nem, sokat gondolkodok, és nem jövök rá. Hogy miért van ez? Az a baj, Péter, most arra én se tudok rájönni, hát meg gondoltam. Ha meg tudnám válaszolni, akkor annyira megválaszolnám, de nem tudom. Viszont azt tudom, hogy van az Egyesületnek egy honlapja. Így van. Megengedi nekem, Péter, hogy felolvassam, amit itt lehet olvasni? Igen, hogy miért jött létre az Egyesület. Van. Azt írják, hogy azért, mert ugye Magyarországra elvándorolt, kitelepedett háromszéki, erdélyi, kárpát-medencei magyarok összefogása, egyesítése a cél, és hát a rászorulók megsegítése. Ezek a közösségek, akik itt fel vannak sorolva, Péter véleménye szerint, hogyan élnek, hogy vannak, mi az ő realitásuk, valóság? Az én realitásom az, hogy most volt, éppen beszéltem az Izsák Balázs úrral, vagy az elnökkel, a Székelyföldért, végülis a Székely Nemzeti Tanács elnökével, és szomorúan vettem, és elég nyers, végülis nem nyers, inkább keserű száj ízzel vettem azt, hogy mi székelyek Kossuth téren nem mindig lehettünk ott, de most ott lehettünk. És a szervezés, az, hogy a szervezés, hogy volt megszervezve, és hogy méltó tiszteletet nem tudtunk adni a Kossuth térnek, én úgy gondolom, hogy ez a mi szégyenünk. Én ezt elmondtam az elnök úrnak, tisztelettel, és mivel hogy ismerjük egymást, tisztelettel és méltósággal vette a szavaimat. Én mindig azon vagyok, hogy mindennek adjuk meg a tiszteletét. Hogyha a Kossuth térre menjünk például ugye a széke autonómiáért megemlékezni, vagy legalábbis a fáklyást, ugye ott nem lehet fáklyát, mivel hogy az márvány, meg mit tudom, na mindegy, nem engedélyezték, lámpával kiraktuk, ahogy mondják. Én úgy gondolom, hogy az összékelység, akik itt élünk Magyarországon, nem Budapesten, Magyarországon, ott kellett volna legyünk. Az én nevem Székely Péter. Én mindig úgy gondolom, hogy az én nevem kötelez. Arra kötelez, hogy képviseljem a székelységet. Ezt nem mondta senki, de én magamtól úgy érzem. Mind a Széchenyi István leszármazottja, vagy a Széchenyi gróf leszármazottja, vagy bármilyen királynak a leszármazottja, vagy bármilyen magasrangú ember leszármazottja. Ő neki a neve kötelezi arra, hogy azt a nevet tisztán és sérthetetlennek tartsa, és méltóságba. Én úgy gondolom, hogy jobban örültem volna, hogyha 150 ezer ember, vagy 300 ezer ember lett volna ott, csak hogy értse a lényeget. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy hazafim, és valaki azt mondja, hogy hiányzik az otthonom, akkor legyen ott. Most az, hogy a fáklyákat, ugye az a baj, hogy mindenki a saját városába és a falujába szeretne a saját körébe megemlékezni, és meggyújtani azt a fáklyát. Ezért nem lehet bántani őket, hogy nem jöttek el. Itt semmi másról nem volt a szó, hanem a szervezésről. És én remélem, hogy ha még egyszer jövőre a Kossuth térre fogunk eljutni, és oda kapunk engedélyt, akkor méltóképpen fogunk megünnepelni, és nem megünnepelni, bocsánat, inkább még nincs autonómia, hanem inkább méltóképpen tudjuk felhívásként, mivel hogy azért én úgy gondolom, hogy az Európai Unió és a tévé, meg minden erről beszél. Amikor a magyar emberek lássák, hogy a székelyek ennyire nem összetartóak, csak ők nem lássák, hogy a háttérben hány városba, hány faluba, és tényleg hány országba gyújtanak fáklyát. Az a baj, hogy ez annyira összetett, hát igen, komplex igen, kérdés, hát hogy és viszont most azért Adventhez közeledünk, és a rászorulók még inkább számítanak a segítségnyújtásra. Hát, az Egyesületnek hogy lehet segíteni? Az Egyesület oldalán megtalálható a számlaszám. Most ugye mi föltettük a külföldről beérkezett számlaszámot is, mi vagy két külön számlaszáma, hogyha Európai Unió vagy más országból küldenének pénzt, ugye akkor ezt a számlaszámot is föltettük. Jelen pillanatban két személy küldött, ugye nem külföldről, Magyarországról, elég szomorúan és keserű ízzel veszem, de én reménykedem, és soha nem hal meg a remény bennem, és bízok Istenben, és mindig hálát adok a jó Istennek,
hogy még itt vagyok az emberiség között. A mi célunk az, hogy segítsünk. Egyet ne felejtsünk el, már mondtam, semmit nem viszünk magunkkal. És az a gyermek, aki egy ajándékot kap, az talán egy évben egyszer kap. Mert nincsenek szülei. Nem tudja megölelni a szülei. Elnézést. Nincs nálam sajnos zsebkendő. Nem kell. Tudok hozni egy zsebkendőt. Mindegy. Csak hogy értse a lényeget. És ugye mi azért kérjük a pénzt, mi vagy 370 testvére nevelkedtem föl, ha nem egységes a csomag, akkor abból csak verekedés van. Mert neked mi van, és neki mi van. És ha nem egységes a csomag, akkor az nem jó. Én így gondolom. És ezért szeretnénk továbbra is ezt az életvitelt és ezt a gondolatot tovább adni, de ahhoz közösen, közös erővel kell csinálni ezt. Az Egyesület se állami támogatást nem kap. Beadtunk egy pályázatot, ami 800.000 forintról szólt a zuglói önkormányzatnak, abból fogunk kapni 100.000 forintot a működtetésre. Akkor el kell gondolni. Könyvelő, telefonszám, székhely, el kell gondolkodni. A saját pénzünkből tartsuk föl magunkat, és ezért hálát adok mind az összes egyesületi tagnak és az embereknek, akik támogatnak. Jaj, hát Péter, én először is mindenek... Elnézést, csak érzékeny típusú ember vagy. Persze, teljesen érthető. Először is azt szeretném kívánni, hogy az egészségi állapota minél hamarabb rendbe jöjjön, tehát hogy tudja, rendeződjön. Tudja, kedves hölgyem, az orvos azt mondta, hogy műtét. És mondom, a műtét után kemoterápia, s utána sugárkezelés. Az orvosnak azt mondtam, hogy doktor úr, mondja már meg őszintén, ön teremtett engem erre a földre? Azt mondta, nem. Mondom, akkor miért nem hagyja, hogy odafönt a jóisten döntse, hogy én meddig élek? Uh-huh. 50 évet töltöttem a születésnapom alkalmára. Úgy érzem, hogy egy nagyon szép és nemes gesztust cselekedtem, hogy 50 ember 19. kerület Vöröskereszt által segített, 50 ember rászorultnak tudtam egy tál ételt adni. Nem az én érdemem, hanem az Egyesület azok minden egyes emberét, aki követi, és ezt a felhívást nemes célnak gondolták. Hogy végül is értse, soha nem az az érdekem, hogy én boldog legyek. Nekem az az érdekem, hogy a körülöttem lévő emberek boldogok legyenek. Egymás iránt. Például ön, vagy a kollégái. Azt, hogy tudják, hogy mi a szeretet, hogy mi az a tisztelet, mi az a méltóság, ne a gyűlölet vezérelje az embereket, hanem a szeretet. Mivel, hogy én csak annyit kértem mindig, nagyon sokszor, ha az emberek a 10 parancsolatot a jó szívükbe belevésnék, és azt megtanulnák, akkor nem lenne ez a világon. Péter, most azért legyen ez a végszó, mert úgy sem tudnék jobbat kitalálni, mint hogy a 10 parancsolat legyen a mérce. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Tehát először is azt kívánjuk, hogy az egészségi állapota minél hamarabb rendeződjön, rendben legyen, és az Egyesületnek is pedig még sok évet kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Sok támogató lesz. Nagyon szépen köszönöm, és hálát mondok, és tényleg boldog karácsonyt az összes tévénézőnek és az összes embernek a világon. Köszönjük szépen, és ezt kívánjuk. Szeretet legyen bennük, és 365 napon keresztül. Nem csak az ünnepek alatt. Így van. Így van. Székely Péternek köszönjük, hogy eljött hozzá. Én köszönöm a lehetőséget. További szépen.